Közben folytatódik a Mindenki Mindenkiért mozgalom, olyan pozitív példákat gyűjtenek, amelyek arról szólnak, hogy a veszélyhelyzetben hogyan próbálnak segíteni egymásnak az emberek. Mutatunk néhány követendő példát. Ha nem akad számomra nő, az élet, a szerelmes dalok és operett slágerek szólnak Kaposvár közterületein és a lakótelepeken. A Csiky Gergely Színház művészei ugyanis esténként a társasházak erkélyeiből páholyt varázsolnak, és rövid műsorokkal szórakoztatják a színházat most nélkülözni kényszerülő közönséget. Rengeteg kollégám csatlakozott már ez a megmozduláshoz, hogy erkélyből páholyt varázsoljunk. Az alsóörsi református gyülekezet tagjai a lakosokkal együtt már csaknem 1000 darab mosható, fertőtleníthető védőmaszkot vartak. Hála Isten, nagyon sokan csatlakoztak hozzá a faluból. Hivatalos varrónők is egyébként, olyanok is, akik nem értenek hozzá, de otthon hobbiból szívesen varnak, úgyhogy sokan összeálltunk. Köszönöm! Ma tartják a láthatatlan munka világnapját, vagyis minden olyan munkáit, amit nap mint nap több ezer nő és férfi végez a háztartásban és a ház körül. Ilyen például a főzés, mosás, takarítás, vasalás és a bevásárlás. De ide sorolható az idős gondozás, a gyermekek ápolása és minden önkéntesen végzett munka is. A Fiatal Családosok Klubja a Világnap alkalmából idén fotópályázatot hirdetett. Olyan képeket kértek a szülőktől, ahol a gyerekek végeznek házi munkát. Alig pár nap alatt több mint 200 fénykép érkezett. Király Nóra, a Ficsak alapítója azt mondta, fontos, hogy már gyerekkorban megtanulják a kicsik, hogyan tudnak segíteni otthon a háztartásban. Jó látni, hogy ez a karantén, ez a bezártság, ami most ugye ránk vár majd még a következő hetekben, hónapokban, az egy jó lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekeket egy kicsit jobban bevonjuk a mindennapi teendőkbe, úgyhogy mindenkit arra bíztatunk ezúton is, hogy merjen különböző házi munkákat adni a gyerkőcöknek, segítsenek a mosogatógép kipakolásban, segítsenek felporszívózni, segítsenek a kertészkedésben. A láthatatlan munka világnapját minden évben április 1-én tartják. A Kanadából indult kezdeményezés célja, hogy elismerje az értékes és pótolhatatlan munkát, hogy ne csak akkor vegyük észre, amikor az nincs elvégezve.